Kevesen ismerik a Scherenkreuzer 30-as hajóosztályt, mert hogy nem olimpiai hajóosztály. Mit kell tudni erről a hajóosztályról? Hát a Balatonnak azt hiszem, hogy a legszebb hajótípusa az a 30-as cirkáló, 40-es cirkáló van még, és 22-es cirkáló, ez a három Scherenkreuzer, amelyik német, úgy tudom, hogy német mérnökök konstrukciója, terve a II. Világháború előtt kimondottan a Balaton, a balatoni nagyobb hullámzása. Kint is vannak Scherenkreuzerek, kint is van egy csomó 30-as, de a tavakra, ahol nincs akkora hullámzás, megemelték a hajó oldalát, és ez lett a balatoni speciális cirkáló. A három közül, tehát 22-es, 30-as, 40-es közül szerintem a 30-as a legszebb. Igaz az, hogy egy ilyen hajót úgy lehet szeretni, mint egy szép nőt? Én szerintem picit jobban. Az, hogy fából készül a hajó, ad-e valami különleges hangulatot, atmoszférát ennek a hajótípusnak? Igen, igen. A fának az illata, a kajütnek az a lak illata, amikor bemész a kajütbe és belülről lesz. A gyerekkorom óta végig kísér, egész kis kölök koromban már szerencsém volt vitorláson ülni és vitorlázni, és ez azóta kísér, ez ahogy az éjszakákat, ahogy az éjszakákat a hajóba töltve kinyitottuk elől a rókaluknak a tetejét, az a kajüt előtti rész, a kisrácok alatt, és láttuk a csillagos eget, és számoltuk a csillagokat, és ezt az finom lakillatot szívtuk, meg hallottuk a kis apró hullámok döngicsélését a hajó oldalán, a fán, egész más, hogy csapódik a fához a hullám, mint a műanyaghoz. Mekkora mancsapta hajózható ez a hajóosztály? 3 és 4. A személy, tehát az összes személyzet száma, az azt jelenti, hogy kormányos plusz 2, kormányos plusz 3. A bajnokságon mindig 4-en megyünk, versenyeken általában 3-an. Mekkora a magyar mezőny? 16-30-as van jelenleg, egyik szebb és jobb, mint a másik, és épülnek, mert most már vadonatúj 30-asok épülnek, hála jó Istennek, műanyagból, abból is van már 4 vagy 5. Gratulálunk a legutolsó győzelemhez, bajnoksághoz. Köszönöm szépen. Ez a magyar bajnokság volt most utoljára. Ez olyan 2 héttel ezelőtt zajlott, ahol elég szép fölényen sikerült megnyerni. Azért a szemtanúk vallomása alapján ez a könnyű győzelem nem volt teljesen problémamentes az ügy. Hát egy komoly problémánk volt, vezettünk elég szépen, hátszélszakasz következett, és mondtam, hogy spinakker föl, és fölhúzták. Mert egy jó szép huszárkeresztet belehúztak, fordítva tette föl a spinakker tetejét, ez a hátszél balon a spinakker, fordítva kötötte be, és egy gyönyörű szép ilyen huszár kezdte. Most azt kezdték rángatni jobbra-balra, és nem szóltak egy szót se, és jó, elég harcsogó szél volt, és el is szakították. Aztán szerencsére volt egy másiknak, hogy a következő hátszél szakaszban, amikor már mindenki föltette a pörköltet, hogy na most utolérnek, mert nem lesz, nincs balonunk, fölúztuk a másik balont, és akkor abba tudtuk tartani az erőnyünket. Életforma ez? Azt hiszem, hogy igen. Mi a varázsa? Hát én ezt most elkezdeném mondani, akkor hónap után reggel egy lélegzetet vennék. Nem is lehet tulajdonképpen így 2 mondatban megfogalmazni, ez maga a csoda. Teljesen ki tud kapcsolni, és nincs protekció, és nincs rossz oldalról előzés. Ott van útjog, és akinek útjoga van, az megy el, akinek nincs útjog, az kitér. Nagyon tiszta dolog ez a vitorlás.